történetet most írjuk, de nem most kezdődött. 25 évvel ezelőtt, mikor megalakult iskolánk, nem volt pénz, nem voltak hagyományok, csak a kitaposatlan út, a remények, a tehetség és a szorgalom. Aztán elmúlt 10 dolgos év, és 15 évvel ezelőtt úgy döntött a város vezetősége, hogy elismerve a munkánkat, lehetőséget ad arra, hogy képzőművészeti osztály, illetve táncművészeti tagozat induljon az iskolában. Újra egy nehéz feladat előtt álltunk, megpróbáltuk becsülettel végrehajtani. 15 évvel ezelőtt ez egy nagyon nagy feladat volt. Tettük a dolgunkat, és 2006-ban már ott tartottunk, hogy lehetőségünk volt érettségiző szakképzést indítani. 2006 óta ez az érettségiző szakképzés és a tagozat minden évben táncgálán mutatja meg azt, hogy mit tanult. De most 2012-t év. Ez az év különlegesen fontos iskolánk életében. Hiszen két olyan fontos dolog is történt, amit most meg kell összekönnökkel. Az egyik, egy levél, illetve ennek a levélnek a tartalma, amiben Debrecen város közgyűlése tájékoztat engem arról, hogy ebben az évben Debrecen város közgyűlései díj nyertese a Megyes Ferenc Gimnázium. A másik fontos dolog az az, amit láthattunk a tévében, olvashattunk az újságokban, hogy megjelent egy olyan lista, amiben azt mérték föl, hogy melyik iskolák a legismertebbek és a legkeresettebbek a megyében. Így a Megyesi, az Adi és a Fazekas mellett az első háromban van. Az, hogy eddig eljutottunk, nagyban, döntően a táncművészeti osztálynak is köszönhető. Ezért mind a gyerekek, mind pedig önök előtt fejet hajtok, hiszen tisztelet, hála és köszönet járnak ezzel is. Most pedig itt vagyunk 5. alkalommal a Csokonai Színházban, a táncgálán, és együtt ünnepelhetjük azt az eredményt, amit elértünk. Méhész vagyok, így most egy méhész hasonlat jut eszembe. Amikor visszagondolok arra az egy évre, ami ezt a táncgálát megelőzte, eszembe jut a kiválasztás, és eszembe jut az a munka, hogy eddig eljutottunk. Ha egy méhész akar venni egy méh családot, akkor elmegy és megnézi. Megnéz a családokat, és látja, hogy van olyan, amely szelíd, alig lehet hallani, hogy zümmögnek, és van olyan is, ami nyüzsög, zajong, támad, és választania kell. A jó méhész tudja, hogy a nyüzsgőket kell választania. Nekem mindig a táncolási osztály jut eszembe a nyüzsgő méhekről, hiszen tudjuk azt, hogy az emberi élet és az állati élet törvényszerűségei azok nagyon hasonlítanak egymáshoz. A méhész azt tudja, hogy ezek a méhek fognak a legtöbbet termelni, ezek lesznek a leggazdaságosabbak. A pedagógus azt tudja, hogy ezek az emberek remek tanulók lesznek, remek felnőttekké válnak, alkalmasak lesznek arra, amit a társadalom elvár tőlük, és ezzel együtt lehetőségük lesz arra, hogy amit szeretnének, meg tudják valósítani. Balzac azt mondja, hogy a tánc lényege az, hogy azzá válunk, ami mi lenni szeretnénk. Ezek a diákok ezt már mindannyian tudják. Adjuk meg nekik a lehetőséget arra, hogy meg is mutathassák. Így ünnepségünk kezdetén nem maradt más hátra, mint ősi magyar szokás szerint egy régi magyar áldást mondja. Azt kívánom a megyesi közösségnek és a diákjainknak, hogy mindig legyen út előttük. Mindig a hátuk mögül fújjon a szél, puhán essen az eső a földjeikre, melegen süsse a nap az arcukat, és addig, míg újra találkozunk,
Isten hordozott elég minden munkat. Köszönöm, és jó szórakozást kívánok!